Tiszatavi keresztény polgári kör adománya, a farsangra készülnek az ovisok, nagy örömmel fogadta a felkérést F. Kovács Sándor, jelentős fejlesztésekkel menthető meg a hazai diótermesztés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 28-án 18 óra 5 perckor. A Kátai Gábor Kórház és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltsége részére mintegy 2 millió forint értékű Hollandiából érkezett kórházi adományt adott át. Gyógyszertároló szekrényeket, stresszoldó takarókat, többféle speciális matracot és orvosi maszkokat adott át a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör nevében Fodor Gusztáv lelkész alapító. A Tiszatavi Keresztény Polgári Kör igyekszik mindig minőségi segélyeket hozni. Ebben az esetben az Amsterdami Medical Centerből, az Amsterdami Orvosi Központból, ami Hollandia egyik legnagyobb orvosi intézménye, egészségügyi intézménye, első osztályú ilyen gyógyszer és szekrényeket kaptunk. Súlya van ezeknek a szekrényeknek, úgy fogalmaztam meg, hogy a szeretetnek mindig súlya van, és valahogy azt látom, hogy a karcagi Kátai Gábor Kórház is vállalja a betegeknek a terheinek a hordozását, és ezért is gondoltam, hogy ez a lehető legjobb hely. Körülbelül 20 darab ilyen szekrényt hoztunk ide, maszkokat is hoztunk, és ilyen különleges 21. századi súlyozott takarókat, amely a gyakorlatilag el lehet mondani róla azt, hogy a legjobb, ilyen leghatékonyabb gyógyászati hatása az, hogy ilyen stresszcsökkentő, mély alvás segítő takaró. Ez egy nagyon különleges takaró, úgyhogy gyakorlatilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei SZJF is kapott ezekből a takarókból. Ők körülbelül egy ilyen 15-20 darab szekrényt, gyógyszerész szekrényt kaptak, amit a megyei intézményekbe fognak szétosztani. Úgy tudom, hogy a Bálhalmai Fennyes otthon már meg is kapta maga részét, és ezek nagyon jó minőségű dolgok, és a jó minőségű munkát támogatjuk ezekkel a bútorokkal. A külföldről érkezett adományt Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója, és Kis Róza, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltség igazgatója vette át. Tisztelettel köszönjük ezt az újabb adományt Bubay Imre elnök úrnak, F. Kovács Sándor képviselő úrnak és lelkész úrnak, Fodor Gusztáv lelkész úrnak. Nagyon nagy hasznot szolgál megint csak ez az adomány, mind a ellátottaink, mind az itt dolgozók kényelmét, munkavégzését segíti. Én úgy gondolom, hogy a gyógyszerszekrények, a zárható gyógyszerszekrényektől kezdve a antistressz matracokig mindennek van helye a Kátai Gábor Kórházban, és ezek a matracok, illetve takarók a kényelmi funkciókat az ellátottak vonatkozásában nagyon-nagyon fogják hasznosan szolgálni. Minél hamarabb, nyilván a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett használatba fogják venni a kollégáim ezeket az eszközöket, és még egyszer nagyon szépen köszönjük. A főigazgatósághoz tartozó 5 szociális és 1 gyermekvédelmi intézményhez kerülnek a modern gyógyszertároló szekrények, a stresszoldó takarók pedig a gondozottak komfortérzetének javítását szolgálják majd. Ezek az adományok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltségéhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézményekbe kerülnek. 5 szociális intézményünk van és 1 gyermekvédelmi. 1189 gyermek, fiatalkorú és ellátottról gondoskodunk a megyében, és hát 6 intézményben élnek ők. És nagyon fontos a szolgáltatás nyújtás tekintetében, hogy egy biztonságos szolgáltatást nyújtsunk az ellátottak, gyermekek, fiatalok részére, és ez egyik része az, hogy a szakmai munkát megfelelő tárgyi feltételekkel és szakmai protokollokkal tudjuk segíteni. Most az adománynak köszönhetően a gyógyszertároló szekrények nyilván a tárgyi feltételeket hivatott segíteni, és a másik nagyon fontos pedig az ellátottak
ellátása, gondozása során olyan korszerű eszközöket is használjunk, amely az ő komfortérzetüt, harmóniájukat segítik, és ezek a stresszoldó takarók, ezek abszolút ezt a célt szolgálják, amelyet hálás szívvel és tisztelettel köszönünk a intézményben dolgozók és ellátottak, gyerekek, fiatalok nevében. A kórházban is hasznosak a gyógyszerszekrényeknek is, az ápoltak gyógyulását elősegítő speciális matracok, takarók. Én annak örülök, hogy ez nem példanélküli ez az adományozás, hiszen a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör és nagyon sok magánszemély, civil szervezet támogatta az egészségügyet, támogatja a szociális ellátórendszert. Nagyon örülök annak, hogy nagy az összefogás, hiszen segíti a civil társadalom az egészségügyben, a szociális szférában dolgozókat, az itt kezelteket, ápoltakat. A szolidaritás egy nagyon fontos dolog, és ez itt meg is nyilvánult. Minden alkalommal más egészségügyi eszköz érkezik. Most egy különleges stressz takaró érkezett. Én is most hallottam előre először. Azok a gyermekek, azok a sérültek, akik stresszesen töltik az egész napjukat, ezzel a takaróval nyugodtabb álmot tudnak biztosítani nekik. Ez egy különleges kezelési mód, és emellett orvosi, gyógyszerészeti szekrények érkeztek, és nagyon sok egészségügyi felszerelés. Az adomány lepakolásában F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre közgyűlési elnök is segítettek. Igyekszünk jobbá tenni a munkakörülményeket, és igyekszünk egy kicsit a felfrissülés és a testi-lelki megújulásnak a lehetőségét is minél közelebb hozni az itt dolgozó számára, és mindig külön öröm, hogyha az itt gondozott, itt tápolt betegeknek is juthat valamilyen adomány, és a mai adomány, akár a gyógyszeres szekrények, akár pedig ezek a stressz, antistressz takarók, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt eltöltött, a kórházban eltöltött idő, az a gyógyuláshoz is jobban járuljon hozzá, és a rekreációs folyamatokat is elősegítse. A stressz csökkentésével azokat a biokémiai folyamatokat erősítse a szervezetben, ami a gyógyuláshoz vezet. És nagyon fontos az is, hogy akik fogyatékkal, testi-lelki fogyatékkal élnek, és itt a golyafészek otthonban élik az életüket, gyakorlatilag mindennapjaikat, ők is juthassanak hozzá ilyen orvosi segédeszközökhöz. Ezek a gyógyászati segédeszközök, ezek megfelelő módon szolgálják azt, hogy minőségi életet élhessenek, és az egészségük a lehető legjobb karban lehessen. Nagy Tibornéval, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezető helyettesével beszélgettünk arról, hogy 2022-ben milyen programokkal indul a Táncsicskör út 17-es óvoda. Majdnem teljes létszámmal kezdték az évet, és január elején az otthoni élményeket felidézve a karácsony, a szilveszter volt az első napokon a téma. Beszélgettek a hagyományról, a szerencsehozó jelképekről. Ebben az évben a gyermekekkel felelevenítettük az otthoni ünnep hangulatát, elmesélték a gyermekek, hogyan töltötték el a karácsonyt, a szilvesztert. Itt az óvodában beszélgettünk ugye az új évről, erről a szokásról, hagyományról, az új év szerencsehozó jelképeiről, és ehhez kapcsolódóan az év körforgásáról folyik az elkövetkezendő két hétben a témafeldolgozásunk. Ismerkednek a gyermekek az órával, az időmérő eszközökkel, az évszakokról, napszakokról, napokról beszélgetünk, és nagyon-nagyon sokféle játékos, változatos tevékenységet csempészünk be ebbe a témakörbe a gyerekek számára. Nagyon örültek a gyermekek az idei első hónak, hóembert építettek, a szülőkkel szánkóztak, és a tél örömeit az udvarunkon is élvezik. Közben a kis madarakról is gondoskodnak. Nagyon-nagyon örültek a gyermekek az idei első hónak, és elmesélték azt is, hogy a családdal együtt, ugye, amikor frissen leesett a hó, a hóembert megépítették, szánkoztak a gyerekek. Itt mi az óvodában természetesen folytattuk a tél örömeit az udvarunkon, és az itt telelő kis madarainkról is gondoskodunk. A járványügyi helyzet miatt minden rendezvényt a szülők bevonása nélkül valósítanak meg, és fényképek, videók közzétételével nyújtanak bepillantást a szülők részére. A járványügyi helyzet miatt minden rendezvényünket, ünnepségünket a szülők bevonása nélkül valósítunk meg, és fényképek, videók
közzétételével nyújtunk bepillantást a szülők részére. Az adventi várakozáson ugye már túl vagyunk, előttünk álló nagyobb rendezvényünk lesz majd a farsang. Már készülnek a farsangra, a gyerekek nagy örömmel készítenek állarcokat, de az iskolába menőknél nagyobb hangsúlyt fektetnek a második fél évben az iskolai fejlesztésre. Óvodánkban 8 tanköteles korú kisgyermek van, közülük 6-an fogják megkezdeni szeptemberben az iskolát. Az iskolára való felkészítés a nap folyamán bármikor történhet. Különböző speciálisabb tevékenységekkel, játékos helyzetekkel azokat a területeket fejlesztjük a gyermekeknél, melyek ugye az iskola, a sikeres iskola kezdéshez lengethetetlenül szükségesek. Ezeket komplex módon értelmi képességek, testi képességek, a verbális képességeik, szociális képességeik a gyerekeknek, ezeket nem különítjük el, hanem minden tevékenységben igyekszünk minden egyes területet fejleszteni és segíteni. A szülők örülnek, hogy fotókban az óvónők dokumentálják nekik a kicsik mindennapjait, de várják, hogy ők is bejöhessenek egy-egy rendezvényre. Addig marad az online tér, hiszen fontos, hogy minden gyermek egészséges legyen és sikerüljön megvalósítani a második fél évben tervezett dolgokat. A Tiszató miniszteri biztossává nevezték ki F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A kinevezéséről és a vele járó új feladatokról kérdeztük a képviselőt. A Tiszató miniszteri biztosává nevezték ki F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A kinevezésről és a vele járó új feladatokról kérdeztük a képviselőt. Év végén, december 16-án Pintér Sándor belügyminisztertől kapta meg fél évre a tiszatavi miniszteri biztos tisztséget. Számított rá, és mit jelent a Tiszató miniszteri biztosának lenni? Hát, igen, számítottam rá, hiszen ez nem váratlanul ért, hiszen ennek a kinevezésnek előélete volt, és ezzel sokat beszélgettünk. Ez egy feladat. Egy olyan feladat, amit eddig is végeztem, hiszen aki látja a munkámat, akár a Facebook oldalamat nézi, az látja azt, hogy nagyon sokat foglalkoztam akár megyei elnökként is a Tiszatóval, hiszen a régió legnagyobb turisztikai látványossága és legnagyobb vonzerezője a Tiszató. De a Tiszató nem csak turizmusból áll, hanem vízügy, árvízvédelem, öntözés, a mezőgazdasági öntözés, a természetvédelem, környezetvédelem. Tehát egy nagyon összetett tájegység a Tiszató. És ennek az összehangolásában nagyon sok feladat van. Hiszen sokszor jártunk úgy, hogy akár a természetvédelmi érdekek, a vízügyi érdekeket háttérbe szorították, vagy a vízügyi érdekek, a mezőgazdasági, az öntözési érdekeket, vagy volt konfliktus a horgászok és a motorcsónak tulajdonosok között. Tehát ezt a munkát koordinálni kell, és Pintér Sándor belügyminiszter úr úgy döntött, hogy engem kér fel arra a feladatra, hogy ezeket a különböző és széttartó érdekeket egységbe kovácsoljam és koordináljam ezt a feladatot. Én nagy örömmel végeztem, hiszen ezt a feladatot, mint ahogy már mondtam, évek óta nagy örömmel teszem, csak most kaptam hozzá egy kinevezést, ami igazából sokat nem változtat a dolgon, csak a kormányzat részéről is van egy lehetőség, hogy hivatalosan én végezzem ezt a munkát. Picit a témához kapcsolódva, az elmúlt hétvégén került sor. Az új év, illetőleg a vízkereszt miatt egy tiszatavi csobbanás elnevezésű programra, amelyen képviselő úr is részt vett. Mi a fő célkitűzése, mi volt ennek az eseménynek, és hogyan értékeli, hogyan zajlott? Hát ez egy Magyarországon egy extrém dolognak számít, de Európában nagyon sok részén, akár Kelet, akár Dél-Európában, akár tőlünk délre is nagyon sokan vízkeresztkor egy ilyen rituális fürdést végeznek, és én nagyon örülök, hogy ez teret nyert itt a környéken is. És hát Tiszafüreden terveztük ezt, hogy csobbanunk egyet a vízkereszthez köthető időpontba. Én talán 10-12 éve már kipróbáltam ez a légbe való merülést, és közhelynek számít, hogy minden fejbe dől el. Tehát az ember, hogyha elhatározza, hogy megcsinálja és meg tudja csinálni, akkor megcsinálja ezt a vízbe merülést.
Én háromszor merültem a víz alá, nem állítom, hogy ez egy nagyon jó érzés, de amikor már kijön az ember és megtörölközik, akkor ez egy csodálatos érzés. Immunerősítő is, és hát látszik a médiából, hogy fel tudtuk hívni a térségre a figyelmet, hiszen a Magyarország vezető médiái ebbe az időszakban, ebbe a január elejé időszakban foglalkoztak a térséggel, a Tiszatóval, az itt élő emberekkel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó figyelemfelhívás is volt, amellett, hogy meg vagyok győződve, hogy immunerősítő hatása is volt ennek a merülésnek. És örülök neki, hogy majdnem 100-an voltunk, és örülök annak, hogy Tiszafüred polgármesterét is rá tudtam venni, és utólag azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. És bízom benne, hogy a jövő évben akár több karcagival, hiszen karcagiakkal is találkoztam, nagyon örömmel szolgált, és több karcagival, több környékbelivel tudjuk ezt jövő év elején megtenni, hiszen az egészségünknek is jót tesz, és felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes idejönni az Alföld közepére. Jelentős fejlesztésekkel és kutatásokkal menthető meg a magyar diótermesztés, amely az utóbbi években elvesztette a versenyképességét a nemzetközi piacon. Tévedés azt gondolni, hogy a dió nem igényel gondozást, hiszen a klímaváltozás okozta természeti és növény egészségügyi kihívásokra csak magas szintű szaktudással, korszerű technológiával lehet válaszolni. A dió világpiaca is átalakult, a megváltozott helyzet pedig szintén nem kedvez a magyar diónak. Az Egyesült Államok, Ausztrália, Chile jelentősen növelte a termelését, és a korábbi legnagyobb felvásárlóból, Kínából is exportőr lett. A magyarországi termőterület az utóbbi 10 évben 3000 hektárról több mint 8000 hektárra nőtt. Az éves termés átlagosan 7000 tonna, de a héjas dió kivitele évi 1500 tonnáról 500 tonna alá, a dióbél kivitel 2000 tonnáról 500 tonnára csökkent, közben 600 tonnáról a kétszeresére nőtt az Ukrajnából behozott dióbél mennyisége. A NAK a társszervezetekkel, kutatóintézetekkel, hatósággal együttműködve fejlesztési javaslatot készített a kormány számára. A versenyképességet fajta és technológia váltással vissza lehet állítani, a növekvő termés átlag és a magas minőség sikeres lehet a konkurenciával szemben. Karcagon szinte nincs olyan kertes ingatlan, ahol ne lenne diófa. Térségünkben már egyre több kiskertben létesítettek kisebb diófa ültetvényeket, befektetve az utókor számára. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!